Most már a következő lépcső a szép irodalom felé átvezetés, és kivezetés és bevezetés. A Márai Sándor naplójából fogok felolvasni. Ez a Hévíz folyóiratnak volt egy ilyen antológiája, ahol az volt a feladata, hogy mi lett volna, ha van ez alternatív történelem dolog, és hogy mi lett volna, hogyha nem az oroszok jönnek október vagy november 4-én 56-ban, hanem az amerikaiak. Ez volt a felhívás, és ez volt a... hogy akkor nyilván hazajött volna Márai, és de hol van a Márai vajon? Ki olvasta a könyvet rajtam? Ja, én nem olvastam. És a Márai Sándor, hogyha nyilván ma élne, és akkor még egy tovább gondolva, akkor ő Facebookra posztolna, de hát azért vannak ilyen, a Facebookon vannak ezek a 23-47-kor kitett posztok, meg azért küzdött ő is a borral, erről majd mindjárt lesz szó. De hát egy hihetetlen erkölcsi iránytű, és sosem itt írom, itt írja a szerző, hogy jut eszembe. Akkor felolvasom az életrajz, vagy önél, mi ez? Életrajzát, igen. Márai Sándor. Számtalan skatujába próbálják belegyömöszölni. Ő a polgár, valamint a naplóíró, az emigráns, a makacs, a krúdi rajongó, a zord, a különc, a kérelhetetlen, a fideszes, a dehogy fideszes. A magyar szellem olaszországi, majd amerikai, majd olaszországi, majd amerikai nagykövete. Azt mondta, addig nem jön haza, míg itt vannak az oroszok. Nem megyünk, míg nem jön haza, gondolhatták az oroszok. Erkölcsi iránytűje a történelem legvadabb mágneses viharaiban sem zavarodott meg. Mondjanak még egy ilyet, de Petrit és Barcs Mikit nem ér. Szóval már egy, nekem a stand-upomban is egy mérce, hogy minden rendszert ugyanolyan objektíven és radikálisan kell kritizálni. Na mindegy. Márai Sándor, napló. Részletek, részlet. Meggyógyultam. Ebben most lehet, hogy belehalok. Hajnalban Shakespeare, a király drámák. Később kevés széklet, majd szájszárasság, csömör és extázis a teraszon. Felkérés a Berettyó antológiától. Író novellát arról, mi lett volna, ha nem vonulnak be az amerikaiak 1956. november 3-án Magyarországra. Mit írhatnék? Visszajött volna Rákosi, e szörnyű Szumó Gandhi, hogy kiseprűzze a fasiszta hordákat? Valószínűleg. Annyi bizonyos, a Nagy Imre nevű posztbolsevik cowboy nem pihentethetné cvikkerét így békésen Somogyi Rencsének verandáján, míg a betelepített navahók címerezik export popcorn termő dús kukoricaföldjeit. Midőn bevonultak az amerikaiak, nem teljesen erre számítottunk. Csatlakoztunk az USA-hoz. Új államalapítás, kukorékolta akkor lelkesen, az erre mindig kész Trezsurnál. De mit hozott-e 20 esztendő? A kapitalizmus katedrálisait, a tömegkultúra templomait, a fogyasztás kápolnáit, McDonald's-et, autós mozit, kutya kozmetikát. Német lovak helyett kaliforniai golfozót, Kossuth helyett pókembert, csikósok helyett motoros bandát, vers helyett reppet, vörös postakocsis utazás helyett autós üldözést, tudás helyett értesültséget, bölcsesség helyett kvízt, pálinka helyett gyermekfrok krém ízű koktélt, fröccs helyett kólát, szorgalom helyett amfetamint, művek helyett projekteket. Az életre halára olvasó harcos szellem helyett a gics légypapírján ingatozó customert. Az írók varázskertjében álmodozó szómorfinistát megfertőzte a turkálás az alkotó alsóneműs fiókjában vírusa. Nem katarzist vár, csak kukkolna. Nem Zrínyi kell neki, csak valami bulvár pörkölt a vatkamból. Trónra emelték a példányszámfétist, ott üls uralg a profittotemmel jobbján. Bestseller mérnökök számolják ki a hamis jelzőszirupok ideális ívét, semmi erőfeszítés, csak könnyed gurulás a lejtőn. Győzött a tömegember street foodjával, pseudoszinemájával, ügyfélvárakoztató zenéjével, vattacukor esztétikájával. Sokan fel is hagytak az irodalommal. Nem kívánnak a megvadult közönség igényeinek rodeó bikájába kapaszkodni immár. Juhász Ferenc struccot tenyészt, déri pékséget nyitott, én handmade rozmársajtban gondolkodom. Nem akarok már sokat, csak sétálni, olvasni 14 regényt,
316 novellát, 2145 hangjátékot megírni idén, és túrót hozni Elnek a Gombóchoz. Ennyi a feladat. Kevés, sok, elég. Isten nyugdíjba ment, a cég megszűnt, a helyén szolárium nyílt. Teller Edét kinevezték a találmányok, amelyeket csak végső esetben használjunk intézet igazgatójává. Most egy olyan gyufán dolgozik, aminek egy szála felperzseli Szerbiát. És még az isztambuliak is köhögnek 4 hétig. Az öregségben a legrosszabb mások fiatalsága. Főleg a nőké. A nővel vigyázni. Húsevő növény. Mindent neki köszönhetsz, és mindent ő veszel, hogy adhasson. Aztán visszakéri. A nemzet talán nem csak a közös tévhitek klubja, de igen. Mit mondanak Rúdi Kosztolányinak, ha élne Adi? Kádár János a Charles Manson körúton. Ő is megúszta. Most az Angyalföldi Sakkszövetség alelnöke. Bizonytalanul lépeget a tömött kirakatok előtt, mint zsoké, ki alól elszaladt a ló. Színész, aki 2 hónap próba után végül nem kapja meg 3. Richárdot. Az élet császára, mikor már köztársaság van. Andy Warhol, ez a krakkói varró nőszerű furcsaság, Budapestre költözteti a Factory-t adóügyi megfontolásokból. Poppártnak hívják, mikor egy képet a szódásüvegről 43 000-szer másolnak le rózsaszínben, vagy bélyeget adnak ki, amin mesztelen csendőrök rúzsozzák egymást szent koronával a fejükön. Pop ez, nem árt. Elolvastam Jókait németül. Nem volt jó ötlet. Filmszínházban a bevonulás. Heroikusnak szánt kép, ahogy Charlton Heston kitűzi az amerikai zászlót a várra, ahogy Lucky Strike-ot osztogat az apácáknak, stb. Unom. Mennyivel nagyobb mű az új Chaplin, a fejedelem és a kölyök, mely a Rákóczi szabadságharc idején játszódik. Emlékezetes jelenetek, ahogy a labanclovak banánhéjon csúsznak, az osztrák császár belesik a Lisztbe, Bécset megdobálják tortával. Igazi, nagy, emberi. Most nincs időm elfoglaltnak lenni. Proust. Arisztokraták. A társadalom rothadó fagyöngyei. Lehullásuk előtt, közben, ahogy rozsdálló konfettikként pörögnek a történelmi szélviharban. Szörnyűek. De hol vannak ez mostani új gazdag parvenükhöz képest? Ugye? Korunk hőse. Ez a hirtelen aranypolgárosodott cippantós. A Proli Guermán, ki mackóban, szeúzott álból eszi hörcsökhúsos szendvicsét medencéje partján, kinek Picasso-kkal törlik maszatos száját az állástalan transvestita bölcsészek. És itt jön a 23:47-kor kitett poszt. Rendet tenni a borral. 1,5 deci 7 és 8 között. Azt a 3, 8 és 10 között, majd 4 éjfélig itt megállni. Esetleg még 2,5 hajnalban 3 előtt, néha kihagyni egy napot, vagy felet. Utána sem menni 9 fölé, 10 előtt, 10 után, 4 alatt maradni 5-ig. S tudni, hogy a borral nem kell sokat foglalkozni. Nem méricskéni liter alatt heti 4-szer. Dali kiállítás Pesten. A szentendrei korszak. Érdekes víziók, néha maníros, máskor blöff, olykor teli találat. A tükörtojás hévre száll pomázon, míg Mayweather bugyit cserél Lenin agyában. Című kép nehezen felejthető. Az elefántok elnézést kérnek a parafa dugófejű galától.
hogy mosatlan edényekkel teli székesegyházakat egyensúlyoznak a dorogi főtéren. A giliszta invázió mértani közepén lángoló pulikutyák árnyékában. Minden idők legdrágább festménye is itt van. Olé! Ezt én is hajnali 3-kor írhattam ezt a mondatot. Dögölj meg, Thomas Mann! Imádlak. Betiltották az antiszemitizmust zárt térben. Most mindenki a pub elé jár izraelezni. Néha a zsidók nem zsidók, s olykor zsidók a nem zsidók. Minden kusza. Az illegális munkásőrség mazsoret csoportként jegyezteti be magát. Megtehetik. Megszüntetve őrzik meg. Két részfény árfolyamra onanizáló bróker himringyó költözik szomszédunkban. Majd a brókert azt el kéne mesélni a gyerek. Méltósággal viseljük. Burger King nyílt a bazilikában. A káposztájuk remek, de a szent család menühöz adhatnának nagyobb kólát. Panaszkodik egy szenátor feleség az operában, vízi hullaszerű milliómos szeretőjének. Wagnert adják a héten profi swing zenészek tolmácsolásában, soha nem pihenő füstgéppel, lézersóval, táncos lányokkal, fókákkal. Buffalo Bill Fesztivál Bugacon. A vonatrablás show után többen reklamálnak, hogy nem kapták vissza a pénztárcájukat. Megszokhatták volna 1000 év alatt, hogy itt soha nem adják vissza. A mélepényből való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Én. Vacsora az egykori Terézvárosban. Most Little Italy. Az étel jó, a bor remek. A szomszéd asztalnál elegáns mafiózók próbálják kitölteni az éves adóbevallást. Nagy húzás volt Bíbó kormányzótól legálissá tenni a szervezett bűnözést. St. Patrick's Day az újpesti íreknél. A tántorgást modern táncművészetté fejlesztette el kicsi nép pár száz év alatt. Barna sörüket lassan szokom. A múlthavi írókongresszus után kipróbáltam az LSD-t. Szememből ecsetek nőttek, zsidarcú angyák twiszteltek apám fényképén, kassákfejű sakfigurák beszéltek hozzám, és delfinek ültek a New Yorkban, Osvátnál. Puskásék megnyerték a foci VB-t. Az első USA arany labdarúgásból. A cipókészítés 2643 árnyalata című tanulmányt olvasom, svédül. Nagy szerencse ilyenkor, hogy a nyelvet egyáltalán nem bírom. A tanulmány jó. Bob Dylan, a Yankee Tinódi, szőlőt vett Badacsony Tördemicen. Összefutunk a hotdogosnál. Idegesít a bajsza. Vendégségben. Pár perc televízió. Volt ávósokat költöztetnek össze áldozataikkal a villában. Mindenhol kamerák, milliós nézettség, utána Rákos Babics imitátorok vetélkedője. Fődíj egy Cadillac. Nyugat-berlini avantgárdok előadatták Föld-Föld című könyvemet siketném a török takarítónőkkel. Nem szólni, nem pörölni. Ember járt a holdon, Goethe járt a földön. Mentsük meg a Marsot! Ne menjünk oda. Történelem. Svédországban zöld diktatúrát vezetnek be. Nyilvánosan végzik ki azt, aki nem gyűjti szelektíven a hulladékot. Az akasztófák alatt földlabda, hogy vissza tudják majd ültetni. Ausztria megtámadta Svájcot. A hírekben a visszatérő képsor, földön futó svájciak a rédicsi kerítésnél. Megvédjük Amerikát! Hörgi az állami rádió, mindig ugyanaz. Közben hatalomra kerül a nagy Liechtenstein párt Vaduzban. Kémeket fognak el, fenyegetőznek, vicsorognak, hadat üzennek. Soha nem lesz vége.
Találkozás P-vel. Kiábrándult marxista. Költő. Jellemtelen alkoholista, de becsületes. Ritka tünemény. Viszkit iszik vödörszámra, körmére ég a Davidoff. A játékgép mellett sör alá tétekre rója gyilkos humorú sorait Nixonról, Hollywoodról, a vietnámi háborúról. Legutóbbi verse, Síjjel a filozófia tanszék, új kötetét az M. Hoz lazacot címűt nyújtja át remegőkézzel, korán van még. Ne tűrd, ha csak megtűrnek, mondja később karcosan. Fel a fejjel, le a sliccel. Vigyorog kajánul, húgyfoltosan búcsúzáskor. Aztán elájul. A zseni nagy talány. Felavatták Plutó kutya szobrát Zala Apátiban. A tévében egy utolsó pillanatban kiugrott demokratizált kommunista avatja. Mára már a lassabb társai is szabadultak. Felszívta őket a piac. Az élet rút, a délután 6 óra elviselhetetlen, mégis az oxigén nagy ajándék. Élj úgy, mint egy horgász. Ne élj úgy, mint egy horgász. Hát a Máraiban volt egy ilyen Coelho-s rosszabb pillanataiban azért. Átadták a Ku Klux Klán új műfházát Várpalotán. Workshop Szigligeten. Délelőtt VS, Galagonya, Galagonya, Sanyi bácsi. Részegen lefordul a vízibicikliről a hullamerev Hemingway mellől. Miközben a partra húzom, pigmeus halócsiratókat motyog. Kölyök arcú sámán. Néha a kérdés. Gyagyás vagy lángész? Is-is. Elegem van az olaszokból. Ott akarok élni. A délolasz a legszimpatikusabban ellenszenves fajta. Nem szeretem a franciákat, amikor németek. Egyszer már elszabadult a német precizitás. Elégették a jó könyveket. ABC sorrendben. Talán Grönland, talán nem. Egy biztos, menni kell. Maradunk. Lucskos, nymphomán, kora ősz. A villamoson túlérett körteformájú nő. Még élek. Egyre gyakoribb a mű nélküli művész, s a művészet nélküli mű, meg a minden nélküli semmi. Walt Disney. Néha igazán nagy ötletek a Donald Duckban. Polgár-e Dagobert bácsi? Not at all. Mert mi volt hát a polgár? A polgárnak nem voltak illúziói, de volt Hosentrogere. Nem lélegzett tételszünetben, úgy járt kuplerájba, mintha nem járna, úgy volt templomjára, hogy nem volt az, nem hamuzott a szőnyegre, volt dohánytartója, felépített egy műveltséget, s közben nem gyűrödött meg a zakója. Soha nem írta volna le azt, hogy nem ivott feketét 7 után, nem zsidózott 8 előtt, a cselédjeit már-már embernek tartotta, és a legnehezebb időkben is késsel villával lette az emberhúst. Megjelent a Mein Kampf Brejírással. Érdekes vállalkozás. Ez a kiadó adta ki Szédmárki gyerekkönyv változatát, és a Pók kifestőt is ajándék piros filcekkel. Előkészületben Rablé diétás, Krúdi gluténmentes, Faulkner laktózérzékenyeknek szóló változata. Kiadják Pilinszkit hosszan, Tolstoyt röviden. Lehet. Írni. Akkor is, ha nehéz, akkor is, ha nem megy, akkor is, ha nem tudsz. Ha felkötik a kutyádat, ha leköpik anyádat, írj. Ha tőből vágják le a lábadat, ha rágyújtják házadat, írj. Míg szemedet kaparják, írj. Míg élve beleznek, gégédet nyiszálják, írj.